Monda pedig néki, egy a sokaság közül, mester, mondd meg az én testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget. Ő pedig mondané ki, ember, kitett engem köztetek bíróvá vagy osztóvá. Mondd azért nékik, meglássátok, hogy eltávoztassátok a telhetetlenséget, mert nem a vagyonnal való bővölködésben van az embernek az ő élete. És mondanék nékik egy példázatot szolván, Egy gazdag embernek bőségesen termett a földje. Azért magában okoskodék, mondván mit cselekedjem, mert nincs hová takarnom az én termésemet. És mondta, ezt cselekszem. Az én csűreimet lerontom, és nagyobbakat építek, és azokat, azokba takarom minden gabonámat és az én javaimat. És ezt mondom az én lelkemnek. Én lelkem, sok javaid vannak, sok esztendőre eltéve, tedd magad kényelembe, egyél, így áll, gyönyörködjél. Mondta pedig néki az Isten, bolond, ez éjjel elkérik a te lelkedet te tőled, amiket pedig készítettél, Kié lesznek. Így van dolga annak, aki kincset takar magának, és nem Istenben gazdag. Ámen, eddig Isten igéje. Azt mondja itt az ige, hogy van egy gazdagság, ami Istenben van. Van egy olyan gazdagság, ami az Isten jelenlététől, ismeretétől, áldásától való gazdagság. Nagyon tetszik nekem ez a kifejezés. Nyilván Jézus mondta, muszáj is, hogy tetszen, de amúgy is tetszik, hogy így Istenben gazdagnak lenni. Istenben gazdagnak lenni. Akarsz Istenben gazdagnak lenni? két ember. Hát, Uram, segíts rajtunk, könyörülj. Akarsz Istenben gazdag lenni? Hát, ez még mindig nagyon gyér Akarsz Istenben gazdag lenni? Amen. Amen! Figyeljetek, ez a legnagyobb dolog a világon. Istenben gazdagnak lenni. Istenből sokat Magadban tudni, a szent lélekből sokat magadban tudni, Jézus valóságából sokat magadban tudni, az igéből sokat magadban tudni, Isten kegyelméből, szeretetéből, bölcsességéből sokat magadban tudni, rendelkezni valamilyen módon vele, Istenben gazdagnak lenni. És azt mondja itt Jézus, ugye itt jönnek hozzá emberek, akik megpróbálják őt igaz, igaz bíróvá tenni a családi örökség felett, és Jézus kiszimatója, tudjuk, hogy neki nem kell bizonyságot tenni, hogy mi van az emberben, magától is tudta, hogy mi van az emberben, tudta, hogy itt valami kapzsiság van a háttérben, itt valami telhetetlenség van a háttérben, itt valami olyan dolog van, hogy most valaki be akarja biztosítani magát, és úgy gondolja, hogy ha az örökséghez most hozzájut, akkor sok évre, akár évtizedekre rendben lesz az élete. Azt gondolja, hogy a vagyon, az anyagiak meg fogják őt menteni, meg fogják oldani az életét. És Jézus ezt cimatolta ki. Itt van egy olyan kérdés emögött a, a felkérés mögött, hogy valaki azt hiszi, hogy az anyagiakban való gazdagság az emberi életet megoldja, az emberi életben ö, ö, áldáshoz vezet, vagy kilátásokat hoz, vagy megoldásokat hoz. És Jézus azt mondja az első ponton, hogy hogy nem a vagyonnal való bővölködésben van az embernek, az ő élete. Van egy életed, ami táplálkoznia kell, hogyha oda vagy ültetve a folyóvíz mellé, akkor Istenből kell, hogy táplálkozzon az életed, és nem az anyagiakból, és nem a külsőségekből, és nem azokból a dolgokból, amik az anyagi világban körbevesznek bennünket. És azt mondja itt az Jézus, hogy itt látja, hogy ezek az emberek rossz dologból akarnak élni. Rossz dologból akarnak táplálkozni, olyan dolgokból akarják az életüket fölépíteni, olyan dolgoktól várják a boldogságot, a biztonságot, ami soha nem fogja megadni. És ez, ezért mondta ezt a, a, ezt a példázatot a gazdag emberről, akinek ugye bőségesen termett a földje, és akkor még nagyobbakat épített, még nagyobbakat épített. Most ugye József történetével foglalkozunk. Ennyire érdekes, hogy a Bibliát ugye nem lehet kiátszani egymással szembe, ott is ugyanezt történt. Még nagyobbakat építettek. És ott mégis ez volt Isten bölcsessége. Tehát, hogy nem, nem sablonokat kell követni, hanem Istent kell követni. Nem, nem sémákat kell lemásolni, mert azok Istenek fiai, akiket a Szent Lélek vezet. És itt azt mondja, mivel Józ, Jézus látja a motivációt, hogy van itt egy ember, aki azt gondolja, hogy az anyagiak megoldják az életét, hogy van egy gazdagság, ami Istenben van. Van egy gazdagság, ami az Isten ismeretéből fakad. Van egy gazdagság, ami az Istennel való kapcsolatból fakad, ami a Jézussal, a Szentlélekkel való kapcsolatból fakad. És minthogy azt, mondjaná, azt mondaná itt nekünk az Isten, hogy ahogy lehet gyűjteni anyagiakat, talán lehet gyűjteni szellemieket is. Ahogyan emberek föl tudják rakni az életüket anyagi gyarapodásokra, föl tudják rakni az emberek az életüket szellemi dolgokban való gyarapodásra is. Ha megértem, hogy a legfontosabb dolog, amit Isten szán nekem, hogy én ő benne legyek gazdag, az Istenben legyek gazdag, Jézusban legyek gazdag, akkor fölrakhatom rá az életemet. És tudjátok, most gondolkoztam ezen, hogy, hogy ugye a gazda, gazdagság, a fizikai gazdagság az ugye meglátszik az emberen. Mondottam, hogy majd én most meg, megpróbálom bemutatni, de nem tudom bemutatni. Miért nem tudom bemutatni? Mert nem vagyok gazdag. Tehát, hogy ha, ha, ha most nagyon-nagyon gazdag lennék, akkor be tudnám mutatni. De nem tudom bemutatni, mert nem vagyok. Tehát, hogy értitek, van rajtam egy, mondanánk, hogy fehér arany. E, sajnálom, ezüst. Tehát, e, elhagytuk a jegygyűrünket. E, e, én hamarabb talán, vagy Gyurit hamarabb, aztán én később. E, de látjátok, nem a gyűrű tartott bennünket egybe hanem, hanem hála Istennek 21 éve már lassan házasok leszünk. Ez is gyűrűvel is működik a házasság. És, és nem tudom bemutatni, jöhettem volna Bentlivel, mondjuk, de hát lehet, hogy még ki se tudnám bérelni. Tehát, hogy most nem, nem az, hogy, hogy azzal járnám, nem, hanem ki se tudnám bérelni. Értitek? Tehát, hogy, hogy ezt csak azért mondom, mert hogy aki gazdag, azon látszik. Nagyon tetszik ez, a poll, ez az ing egyébként, ez egy Michael Kors ing. Az egész, egész jó, nem? Van egy órám, Astron. Feri testvér, hogy esetleg nézz el bennünket. De tudjátok, hogy mennyibe kerül ez az óra? Pár tízezer forint, vagy kettő, ezer, mondjuk. Tehát, hogy én nem is tudom bemutatni azt a gazdagságot, mert nincs. És így van ám az Istenben való gazdagsággal is. Meglátszik rajtad. Mert tudsz jönni szellemileg, bentlivel. Érted? Ha Istenben gazdag vagy, ha Istenben gazdag vagy, kinyitod a szád, kinyitod a szád, és tudod, mi jön ki belőle? Kedvesség, szeretet, bátorítás, vigasztalás, öröm, reménység, azt szólja a szád, mert gazdag vagy benne, amikor döntések elé kerülsz, és gazdag vagy az Istenben. Meg fog rajtad látszani, hogy miket döntesz, hogy milyen választásaid vannak, hogy hogyan éled az életedet, mert a Istenben gazdag, annak van egy, van, van egy, egyfajta megmutatható látszata. Nyilván ezzel nem vagánykodunk, meg nem bemutatjuk, csak az, hogy ha igazán bejönne közénk egy gazdag ember, akkor az látszana rajta, hogy ő gazdag. És azon is látszik aki Istenben gazdag. És én tudom, hogy ti nagyon sokan Istenben gazdagok vagytok. Már most Istenben gazdagok vagytok. Ha van egy jó szavad a másikhoz, akkor, amikor egyébként nagyon rosszul vagy, akkor túlárat rajtad a gazdagság, amit Isten adott, amit Jézus adott. Amikor reménységet mondasz olyan embernek, akinek nincs reménysége, és lehet, hogy a te életed sincs teljesen rendben, de mégis mondod, gazdag vagy az Úrban. Amikor te is szeretnél egy kis szeretetet, de te mégis inkább adsz szeretetet, akkor gazdag vagy. Gazdag vagy Jézusban, és adsz abból, amit van. Adsz abból, amit van, abból adsz, amit van, mert amit nincs, abból nem tudsz adni. Amikor valaki ott van egy hit próbában, és már majdnem elfogyott neki, hogy már alig bírja a végét, és odamész, és megbátorítod, és hitet adtál neki, reményt adtál neki, akkor azt jelenti, hogy gazdag vagy. Gazdag vagy a hitben, gazdag vagy a reményben. És van itt néhány dolog, amit szeretnék majd ezzel kapcsolatban elmondani. Az első dolog, hogy a gazdagság, ez az Istenben való gazdagság, ez nyilvánvalóan a Bibliában a szellemi állapotra vonatkozik. És a jelenések könyvében van két gyülekezet, amelyik teljesen félreértette önmagát, és az Úr Jézus, meg amikor beszél róluk, akkor ő látja a valóságos szellemi állapotukat. És hogy odalapoztok a jelenések 2-8-hoz? akkor a szmírnai gyülekezethez tudtok odalapozni. A szmírnai gyülekezet, azt mondják, hogy akik korszakos elméletben hisznek, legalább háromfajta értelmezése van a jelenések könyvében szereplő hét gyülekezeti üzeneteknek, ami a második és a harmadik részben van. Van, aki szerint az egész egyház történelmet fölöleli, tehát napjainkig lefedi ez a hét gyülekezet az egész egyház történelmet, és mindegyiket be tudják azonosítani a korszakra. Van, aki nyilván azt mondja, hogy ezek helyi gyülekezetek voltak, ott szólt hozzájuk az Úr. Van, aki meg azt mondja, hogy az összes üzenet mindig minden egyház állapotának szólnak, mert bármelyik, tehát különbözőek a gyülekezetek, különböző állapotban vannak a gyülekezeti közösségek is, bármelyik eltalálhat bármelyiket, függen attól, hogy éppen milyen állapotban van. És a Mírna gyülekezetek, akik a korszakos elméletet vallják, azt mondják, hogy ez a második, harmadik századi üldözött gyülekezeteknek szóló üzenet. Ugye a Mírna, az a mirha mírha szóból ered, ezt már talán egyszer mondtam nektek, mindig jó beleszagolni ebbe a mírhába Hmm, az egy kenetolaj. Mirhából sajtolták. Hogyha érdekel ezeket akkor szagoljatok bele, már is jobban lesztek. És a Mirha egy, azért egy gyönyörű növény, gyönyörű növény, nem külsőleg, mert egy bokor, mondjuk fás kérge van, de természetében, a tulajdonságában csodálatos. Kéne sok mirhát ültetni. A mirha egy olyan növény, hogy megvágod, megsérted, durván beletaposol a mírhába, és ami kijön belőle, az gyógyító. Ilyen Jézus. Fölhasították több helyen, átlukasztották több helyen. És ami kijött belőle, az meggyógyít. Az megszabadít. Az tisztára Az meggyógyít. Érted? Nem ilyennek kéne lenni minden kereszténynek. Hogy durván megsértenek bennünket. És viszont szeretünk. És meggyógyítjuk az agresszort. Meggyógyítjuk a provokátort. Meggyógyítjuk a plegykást. Meggyógyítjuk az igaztalan vádakkal támadót. Mert keresztények volnánk. Jézust ismernénk igazából. És azt mondja azt mérnai gyülekezetnek, az üldözött gyülekezetnek. Tudjátok, milyen könnyű lett volna bosszút forralni? Haraggal meghalni, haraggal élni. Hát mit tesznek ezek velem? Én csak Jézusban hiszek és teszik az életemet, elveszik a jövőmet, elveszik az életemet, nem engedik a gyerekeket iskolába járni, nem engedik kibontakozni, nem mehet egyetemre, nem mehet munkahelyre, azért, mert keresztény. Ó, bár az Isten verné meg őket, büntetné meg őket, úgy, de majd akkor meg tudják, hogy én ittem igazán. De nem ezt tették. István az első vértanú imádkozott a kövezőkért. Imádkozott. Föl se fogjuk, ő se fogjuk. Hogy tudott imádkozni azokért, akik akkora követ vágtak a fejéhez, hogy összezúzta az arcát, eltemette a kőhalom, és belehalt, és imádkozott. Mert Istenben volt gazdag. Hát, hogy földi szinten semmilyen nem volt, de a, szere a szeretettel, az Isteni kijelentéssel, Jézus iránti odaadással telve volt a szíve, telve volt az élete. Helve volt. Hallottunk azokról a, a személyekről, akik a kommunizmus alatt ugye, károkat szenvedtek az Isten népéhez való tartozás miatt, vagy hallottunk olyan feleségekről, akik megtértek, és a durva férjük, ne, ne akarom a férjeket bántani, csak voltak konkrét ilyen történetek, a durva férjük megverte őket, amikor elmentek az Isten tiszteletre. És mit csináltak? Mégis elmentek az Isten tiszteletre. És hazamentek, és kaptak egy nagy maflást. És mégis elmentek az Isten tiszteletre, és letérdeltek az ágyuk mellé, és azt mondták, Uram, változtass meg az én férjemet. Könyörülj a férjemet, nem tudja, mit cselekszik. Hogy fognak azok a keresztények ezeknek az embereknek a szemébe nézni? Akik otthon maradnak, mert fúj a szél. Értitek? Otthon maradnak, mert leesett 5 centi hó. Hogy fognak a szemükbe nézni ezeknek az embereknek, akiket összevertek azért, mert mentek a gyülekezetbe? Hát miféle kereszténységet gyakorlunk mi? Van-e nekünk gazdagságunk az Istenben? Gazdag a mi szívünk az Istentől? Telve van-e a szívünk a Jézussal? Telve van-e a szívünk a Szent Lélekkel? Hogy azt mondom, hogy nem, megértettem dolgokat, elfogadtam Jézust, elfogadtam igazságokat, nem adom föl. És mit mond, hogy kikestük ezt a Szmírnát? Azt mondja, a Szmírnabeli Gyülekezet angyalának pedig ír meg. Ezt mondja az első és utolsó, aki halott volt és él. Ugye a szenvedő gyülekezetnek a feltámadt Jézus beszél, aki azt mondja, én is meghaltam, de élek, föltámadtam, az életet hozom tudom a te dolgaidat, nyomorúságodat és szegénységedet, de te gazdag vagy. A Smirnai gyülekezet nyomorúságban volt, szegénységben volt, de azt mondja nekik Jézus, de gazdag vagy. Gazdag vagy. vagy. Van egy gazdagság Istenben. Van egy gazdagság Jézusban, ami nem az anyagiakban van. A szívbéli gazdagság. Mikor a lelked zöldelő kert, mint egy megöntözött kert. Mikor az életed telve van Istennel, Isten szeretetével, emberek szeretetével. És azt mondja nekik Jézus, átom a nyomorúságodat, szegénységedet, de gazdag vagy. Van egy gazdagság az Istenben, ami a szellemi állapotot jelzi. És ezt Isten látja jól és igazán. És nézzétek meg a Laudíciánál, a harmadik 3.17, azt mondja a Laudícia, mivel ezt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem. És nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, és a nyavajás, és a szegény, vak és mezítelen. Mit gondolt Leodícea? Gazdag vagyok. Meggazdagodtam. És Jézus ránéz, hát én nem látom. Én egy szegénységi bizonyítványt látok. Szegény vagy. Az a lényeg, hogy Jézus szemében mik vagyunk. Őszintén kell élnünk. Van egy gazdagság az Istenben. Amit higgyétek el, senkitől nem von meg az Úr senkitől. Ő én szerintem mindenkit a folyóvíz mellé akar ültetni. Mindenkit a folyóvíz mellé, ahonnan szívja magából az életet. Tudjuk, hogy ez az élet forrása Jézus maga. Ő mondta, én vagyok a feltámadás és az élet, én vagyok az út igazság és az élet. Ő az élet. S lehet, hogy a Földön nincs semmit, de gazdag vagy. Van egy gazdagság Istenben. Mindig volt, szoktak ugye emlékezni, mindig volt mindenkihez egy jó szava. Milyen az ilyen ember? Gazdag. Gazdag. Mindig észrevette, hogy mit lehet arrébb tenni, milyen az ilyen ember? Gazdag. Mindig éppen jókor érkezett. Mindig jókor volt jó helyen, és építőleg tette hozzá az életét a dologhoz. Milyen az ilyen ember? Gazdag. Van egy gazdagság Istenben, amire én vágyok. És remélem te is. És remélem, hogy azért beszélünk itt most Isten igényéről, hogy mindannyiunkban fölébredjen ez a vágy, hogy Istenmel legyünk gazdagok, hogy Jézusban legyünk gazdagok. Azt mondja az Abcsel 9.36. Volt egy dorkás, azaz Tábita nevű zerge, több néven is szerepel a Bibliában. Nem tudunk erről az egyszerű asszonyról túl sok mindent, de azt tudjuk, hogy gazdag volt. De hogy milyen értelemben volt gazdag, azt mindjárt megnézzük. Azt mondja az Abcsel 9.36. Jobbéban pedig volt egy nő tanítvány. Név szerint tábita, mely megmagyarázva dorkásnak, azaz zergének mondatik. Tehát egy három nevű testvérnő. Ez gazdag volt jó cselekedetekben és alamizsnákban, Amiket osztogatott. Miben volt gazdag? Jó cselekedetben. Hány szegény ember van, ki nem tud jót tenni? Vagy ha jót tesz, csak magáért? Szegény. Te szegény. És hány ember van, aki gazdag? Jó cselekedetben. Gazdag. És nézzétek meg, nem hagyták meghalni. Tehát lehet, hogy ő már úgy visszajött, vagy maradt volna a mennybe, és akkor azt mondja az Ige, hogy Lőn pedig azokban a napokban, hogy megbetegedvén meghalt. Ugye? megint teológiai problémákkal nézünk itt szembe. Hát hogy halhat meg egy ilyen ember? Úgy, hogy megáll a szíve, és akkor meghal. Tehát nem követett el semmi bűnt, nem sújtotta az úr keze, hanem meghalt. Mert van ilyen. És aztán azt mondja az ige, hogy megmosták, kiterítették a felházban, mivel, hogy Ridda jobbéhoz közel volt, tanítványok meghalották, hogy Péter ott van, küldtek hozzá két férfiút, kérve, hogy késedelem nélkül menjen át, és aztán tudjuk azt, hogy az, az a folytatódik a történet, hogy azt mondja Péter tábitának, hogy tábítok el fel. És föltámasztotta Péter ezt a tábitát, hogy tudja folytatni a jó cselekedeteket. <laughs> Ugye eleve tudjátok, hogy, hogy az, hogy őt vissza akarták hozni, az miről beszélt? Hogy hiányzott az embereknek. Hiányzott az embereknek. Mert gazdag volt Istenben. Gazdag volt a szíve. Jó cselekedeteket tett. Ahol a dorkász megjelent, ott mosolyt került az arcokra. Értitek? Ahol a dorkász megjelent, rögtön látta, hogy Lukas neki a nadrágja már nem úgy, hogy direkt Lukas a, a boltból, hanem, hanem, hanem hogy tényleg most ez kilukadt és megstoppolta neki. Mert látta a dorkász, hogy Lukas neki a nadrágja. És akkor rakott rá egy foltot? A gaz, az Istenben gazdag emberek hiányoznak igazán. Igaz? A szeretteink, akik hozzátettek az életünkhöz, akik az úrban is szolgáltak. Egy hitler senki nem akart föltámasztani. Most tudom, hogy nagyon durva a példa, csak hogy értsé a véglet. Nem mondták az emberek, de jó lenne visszajönne. Minek jöjjön vissza, hogy még nagyobb pusztítást csináljon? De az orkást vissza akarták hozni. Gazdag volt jó cselekedetben. Azt mondja a Jakab levél, a 2.5, hogy halljátok meg, szeretett atyám fiai, avagy nem az Isten választotta ki a világ szegényeit, hogy gazdagok legyenek hitben örökösei az országnak, amelyet azoknak ígért, akik őt szeretik. Van egy gazdagság a hitben. Jézus meggazdagít. Egyszerűen, ha benne vagy az Úrral való életben, ha benne vagy a keresztény életben, igazán az egész életmódodat ha áthatja, mennyit gazdagít rajtad, hány embert emelt már ki, a nihilből, a semmiből, a céltalanságból, az, hogy Jézusban hitelett. Amikor Lévi Petruszt megvádolták, ugye Svédországban a 20-as években indult el egy óriási pünkösdi mozgalom, százezer ember tért meg, százezresre nőtt nagyon hamar a svéd pünkösdi mozgalom, és misszionáltak mindenfelé, ők küldtek missionáriust Brazíliába is, ahol 30 milliós lett a mozgalom, ők vetették el a magokat, és akkor mondják a lévi Petrusnak, hogy hát egy-két ember bekattant a hittől, mondják nekik az újságírók, minden azt mondja, hogy hát lehet, hogy egy-két ember nem jól kezelte a dolgokat, de biztosan tudom, hogy a Jézusban való hit hozott ki az elmebajból embereket, a tébolyból. Hogy bele tudtak kapaszkodni Jézusba hogy helyre került a gondolatuk, a szívük, az eszük. Hogy gazdagok legyenek a hitben. Lehetsz gazdag a hitben. Ez egy nyitott pálya. De kéne tódulni rá. Van egy lehetőség, hogy gazdag legyél a jó cselekedetben. Gazdag legyél a hitben. Nyitva van a pálya, lehet menni, lehet tódulni, hányan állnak sorba az anyagi előnyökért, hányan állnak sorba, az, a, az anyagi gazdagságért, a fizikai boldogulásért? És mindent fölte, életet föltesznek rá, az egész életet fölteszik. De van valaki Jézus szerint aki Istenben gazdag, nyitott a pálya, hogy gazdagok legyünk jó cselekedetben, gazdagok legyünk hitben. És még egy utolsó gazdagság, az időnk is nagyon megy. Azt mondja a Kolossé levél, hogy Kolossé 3.16. Krisztus beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben. Minden bölcsességben, akiben a Krisztus beszéde gazdagon lakik, Jézus beszéde, az bölcsé válik, annak bölcsessége lesz, tanítván, intvén egymás zsoltárokkal, dicséretekkel, lelkénekekkel, hálával zengedezni szívetekben az Úrnak. Annak, akik az igében gazdagok. Ja, szoktuk mondani, hogy néha volt egy-két testvérnő, aki föláll szilveszterekkor, és elmondta, hogy testvérek, ne aragudjatok. Idén csak háromszor tudtam elolvasni a Bibliát, tudom, hogy nagyon lusta voltam. Ne, ne aragudjatok. Értitek? Idén csak háromszor sikerült. Sok volt a munka, nagy a kert, nem ment többet. Mennyire bibliás emberek voltak a régiek? Mennyire fontos volt az ige? Mennyire úgy volt az, hogy azt kérdezték, hogy oké, okay, hogy ez így van, de mi van megírva? <laughs> Mert igazából az lenne a fontos, hogy mi van megírva. Mert Lehet itt, lehetünk itt a XXI. századba de mi van megírva? Há, mi van megírva? És akiben lakik az ige gazdagon, az bölcsé lesz. Az ahhoz igazítja az életét, hogy mi van megírva. De ha soha nem olvastuk, hogy mi van megírva, akkor honnan tudjuk, hogy mi van megírva? És vannak szegények, akik nem tudják, hogy mi van megírva. Értitek? Szegény, mert nem olvasott Bibliát hetek, hónapok óta. Szegény. Bárcsak gazdag lenne, bárcsak nyitná ki az Isten igéjét, hogy a bölcsességet fogadná magába, mert van valaki, aki Istenben gazdag. Ez egy nyitott pálya, lehet benne nyomulni, testvérek. Lehet gazdagnak lenni az igében, a Krisztus beszédét befogadhatod gazdagon a szívedbe, az életedbe, minden bölcsességben. Mert van valaki, aki Istenben gazdag. Van valaki, aki jó cselekedetben gazdag, van valaki, aki hitben gazdag, vannak emberek, akik Istenben gazdagok, az ige gazdag a szívükben. Egy olyan gazdagság, ami, amihez nem fogható semmilyen más gazdagság ezen a földön. Semmilyen más gazdagság. Lehet, hogy azt mondják ránk, hogy szegény vagy. De ha Jézus azt mondja, hogy gazdag vagy, ez a vélemény ér a legtöbbet. Ez a vélemény ér a legtöbbet. És még annyit, hogy kiegyensúlyozzam a, a, a mai tanítást. Vannak fizikailag gazdag emberek, akik Istenben is gazdagok. És vannak fizikailag szegény emberek, akik Istenben is szegények. Tehát nehogy besapjuk magunkat, és azt mondjuk, hogy akiknek anyagi javaik vannak, azok Istenben nem lehetnek gazdagok. Lehetnek Istenben ők is gazdagok. És azt gondolhatják, hogy akik szegények, azok Istenben gazdagok, ez nem biztos. Aki szegény, az lehet, hogy Istenben is szegény. Mert ez egy hozzáállás kérdés, hogy miben keresem az Isten, mennyire fogadom be az Urat az életembe. Tehát nem automatikus az, hogy ha valaki fizikailag szegény, akkor az úrban meg gazdag, hanem, hanem erre vágyni kell az Istenben való gazdagságra. Mert nem a vagyonnal való bővölkedésben van az embernek az ő élete. A te életed sem az anyagiakban van. Nagy dolog, ha Isten megáld, ha megelégedettek tudunk lenni, ha van mit ennünk, innunk, ruházkodnunk, van hajlék a fejünk fölött, még esetleg télen be is tudunk fűteni, dicsőség Istennek. De van egy gazdagság, ami a szívedben van. Ami Istenben van, és erre törekedj még inkább. Erre törekedj elsődlegesen. Jó cselekedetben, hitben, Isten igéjében gazdagnak lenni szeretetben gazdagnak lenni. Bátorításban, jó szóban gazdagnak lenni. És ugye, amikor gazdag vagy, akkor az meglátszik rajtad. A szellemi, lelki gazdagság is meglátszik. És bár csak így tudnánk egymást is gazdagítani. Mikor készültem, eszembe jutott az a hitünk énekei, lehet, hogy itt az idősebb testvérek tudnak segíteni, hogy ez pontosan hagyas ének. Van-e valakinek egy kívánt énekje, testvérek? Csak úgy adhatsz másnak, ha tőle veszel, ha átformál téged, s te mása leszel. Szeretni, örülni, vagy szeretni? Ragyogni csupán, azt tud kihíven, megy a mester után. Csak úgy adhatsz másnak, ha tőle veszel, ha átformál téged, s te mása leszel, szeretni, örülni, ragyogni csupán, azt tud ki híven, megy a mester után. Jó, Csak úgy adhatsz másnak, ha tőle veszel. Van egy gazdagság Istenben. Törekedj rá törekedj rá. Amen. Gyertek, álljunk fel, és most is fogadjunk be az Úrtól, jó? Fogadjunk be szeretetet, fogadjunk be kegyelmet, fogadjunk be bölcsességet, szívünkbe vágyat, motivációt, erőt, a jóra, az igyekezetet, amit a Szentélek akar hozni az életünkben. Jézus Krisztus, köszönjük a Te igédet, Hálások vagyunk azért, mert Te jó vagy. Köszönjük Uram, hogy amikor oda mentek hozzád, anyagi javakért remegő emberek, akik a kapzsiságtól, a tehetetlenségtől eltelve egymást akarták kiszorítani az örökségből. Uram, akkor azt mondtad nekik, hogy nem a vagyonnal való bővölködésben van az ember élete. Azt mondtad, hogy van egy gazdagság, ami Istenben van. Uram, mi erre a gazdagságra vágyunk, ami benned van, ami a te ismeretedben van, a veled való kapcsolatban van. Uram, akarunk gazdagok lenni a hitben, akarunk gazdagok lenni a jó cselekedetben, akarunk gazdagok lenni az Isten igényében, a Krisztus beszédében, akarunk gazdagok lenni a szeretetben, a bátorító szavakban, Uram. Akarunk gazdagok lenni reménységben, hogy tudjunk adni azoknak, akik reménytelenül élnek. Uram, kérünk téged, hogy gazdagítsd meg most az életünket, gazdagítsd meg a gyülekezetet, minden egyes személyt, Uram, akik ma itt vagyunk, vagy hallgatjuk a te igédet. Uram, vagy egyszerűen induljon el bennünk egy vágy, induljon, induljon el bennünk egy igyekezet, hogy ezt a gazdagságot meg tudjuk szerezni, hogy tőle tudjunk kapni, tőle tudjunk kérni az életünkben, mert megvalljuk, Uram. Uram, hogy rád van szükségünk, Uram, rád van szükségünk, és köszönjük, Uram, hogy valóban te adod mérték nélkül azoknak, a lelket is, és mindenféle jó dolgot, Uram, akik kérik, akik megüresítették magukat a te világi kívánságoktól, és azt mondták, hogy Uram, te tölts be engem, akarok veled telve lenni, akarok gazdag lenni az Istenben, akarok gazdag lenni a Jézus Krisztusban, akarok gazdag lenni a szent lélekben, akarok gazdag lenni a szeretetben, akarok gazdag lenni a hitben, a reménységben, ez az igazi gazdagság, Uram, és mikor ránéztél szmírnára, és látod, hogy nyomorult, és látod, hogy szegény, és lát látod, hogy szenved, mégis azt mondtad, de gazdag vagy. Gazdag vagy, van valamid, ami a szívedben van, ami szellemi érték, ami egy isteni érték. És köszönöm, Uram, hogy ezzel telhetünk meg ma is. Uram, kérünk téged, hogy töltsd meg a szíveinket, töltsd meg a szíveinket, hogy erre a gazdagságra vágyjunk mindenek felett az életünkben, az Úr Jézus Krisztusnak a nevében. Amen. Pál apostol beszél arról, hogy sokakat, mint semmi nélkül levők, és sokakat gazdagítók. Hogy van egy, van egy titok, hogy amikor úgy érzed, hogy semmit nincs, és mégis adsz, akkor meggazdagítasz másokat. Hát ez egy olyan titok, ami, ami, amit csak azok ismernek, akik tényleg az Úrban élnek. Hogy adja az Úr, hogy sokakat gazdagítsunk az életünkkel. Ámen. Gyertek, még van egy énekünk, és engedjük, hogy a szívünk teljen. Ezzel a mennyei gazdagsággal.